Tapssal, üdvrivalgással fogadta Zalaegerszeg csapatát a többi megyeszékhely. Szekszárd főtere a Béla Király tér megtelt sportolókkal, akik mind a megyei jogú városok 17. sporttalálkozójára érkeztek. Idén a Tolnai megyeszékhely ad otthont a kétnapos eseménynek, mivel tavaly Szekszárd nyerte meg a versenyt. A találkozó fő célja a sport népszerűsítése, a megyék együttműködésének segítése. Erről beszélt Szita Károly, a megyei jogú városok szövetségének elnöke, Kaposvár polgármestere az esemény megnyitóján. Én szeretném ellesni, hogy lehet egy jó női kosárba csapatot csinálni. Kitől tudom ellesni Szekszártól, magam is azért vagyok többek között itt. A megnyitón Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, a rendezvény fővédnöke méltatta a sportot támogató önkormányzatok erőfeszítéseit. Úgy véli, ezek mind hozzájárulnak a sportélet fellendüléséhez. Többek között ezért működnek együtt a Megyei Jogú Városok Szövetségével 2005 óta. Az önkormányzatok, a megyei jogú városok konkrétan az egyik legfontosabb partnerei és támogatói a Magyar Olimpiai Mozgalomnak. A Magyar Állam után a legnagyobb áldozatokat a városok hozzák, és ezt én úgy gondolom, hogy az a fajta partnerség tudja ellensúlyozni vagy mutatni, amit a Magyar Olimpiai Bizottság és egyébként a Megyei Jogú Városok Szövetsége már megkötött egymással. Ács Rezső Szekszárd polgármestere azt mondta, a sporttalálkozó lehetőséget ad a közösségépítésre, a megyei jogú városok közötti sportbaráti kapcsolatok erősítésére, valamint Szekszárd népszerűsítésére is. Az ilyen alkalmak azt segítik, és szolgálják, hogy ez a kapcsolat még szorosabbá, még jobban működő, még ördülékenyebbé váljon. Ez a hivatalos része a mai napnak, vagy ennek a két sportnapnak. A másik dolog pedig az, hogy városmarketing szempontból minden lehetőséget igyekszünk megragadni ahhoz, hogy a város hírnevét öregbítsük és elvigyük az ország más pontjaira, vagy éppen külföldre. A kétnapos eseményen 22 város közel 500 sportolója vesz részt.